Szia, Ildikó, szeretettel köszöntünk. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rendkívüli tehetségek képzőjébe jársz. Hát én ezt nem is ismerem, mert én nem voltam rendkívüli tehetség. Hogy képzeled el magad? Hol képzeled el magad 10 év múlva? Természetesen szeretnék zongoraművész lenni, de emellett gondolkodom a zeneszerzésen is. Szoktam komponálni, és természetesen valami rajzzal kapcsolatos terület is érdekel. Animéket szoktam nézni, a japán rajzfilmeket, így, és olyan stílusban rajzolok is. Ó, hát akkor most már nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy zongorázol. Parancsolj! Neked milyen elképzelésed van a manókról? Mert úgy látom, hogy egy kicsit katonás és harcias is ez a hadsereg, manó hadsereg. Nekem az az elképzelésem erről a darabról, hogy itt erdőben élő manókról van szó, akik kicsit ilyen démonszerűek is, hogy... Ez átjön. Én abban a részben, ahol ilyen katonáson hangzott, ott egy ilyen lopakodást akartam szimulálni, és akkor utána egy ilyen kitörést. Nagyon szuverén volt. Köszönöm. Ildikó, teljesen mindegy, hogy mi történik most itt ezen a versenyen, de te egy Isten áldotta tehetség vagy. Köszönöm. Ennyit szerettem volna mondani. Nagyon örülök, hogy élőben hallhatlak végre. Követtelek Facebookon, kisus megbizonyosodtam arról, hogy jók voltak a megérzésem, és nagyon örülök, hogy hallhattalak, és gratulálok. Köszönöm. Én roppant nagy örömmel hallottam azt, amikor kimondtad Bogányi Gergely kérdésére, hogy milyen karakterű manókat képzeltél el. Hogy harciasak, valóban, hogy egy kicsit fenyegetőek, démoniak, ez nagyon is átjött a játékodon. Egy kicsit eszembe jutottak az anime figurák is, akik a manószerűek, legalábbis az európai szemlélő számára, és nem mindig egészen jó indulatúak. Egyszerűen fantasztikus, amit művelsz a zongorán, tehát azért szögezzük le, hogy valószínűleg 100 000-ből vagy 500 000-ből egy tud ebben a korban így zongorázni. Milyen volt ezen a zongorán játszani? Milyen tapasztalat? Nagyon régóta vártam erre, hogy ezen a zongorán játszossak, mert már kívülről is nagyon menőn néz ki például. Nagyon hasonlít egy ilyen science fiction zongorára. Igen. Így, igen. A science fiction Nautilus. Az egyébként is nagyon közel áll hozzád, nem? Igen, igen, nagyon például, hát a Star Wars-ot nagyon szeretem például. Meg az Interstellar-t a kedvencem, az bejön. Hát az nagyon jó, köszönjük szépen. Köszönöm. Rajongód vagyok. Bravo. Fan club.
No comment. Na igen, jó reggel. Nagy volumen. Én a parasztlány, kiskunhalasi, mezővárosi lány, ilyet hallhattam. Na, tehát nem tudjuk megfejteni, mert ezt nem lehet megfejteni. Nem kell megfejteni. Ennyi, no comment. Ezt hallgatni kell, élvezni kell, jegyet kell venni a koncertére. Örüljünk, hogy itt ülhetünk.